Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a népességfogyás olyan problémát jelent Európa számára, amely sürgős választ vár tőlünk. Önök is tudják, több megoldási javaslat is született ebben a kérdésben. Van olyan terv, amely az európai népesedési problémát, azt migrációval kívánja megoldani, és vannak országok, nemzetállamok, amelyek ellenkezőleg betelepítés helyett a családpolitika megerősítésével kívánnak válaszolni erre a kihívásra. Mi, akik testközelből figyeljük ezt a kérdéskört, azt az álláspontot alakítottuk ki, hogy a bajt ott kell megfékezni, ahol keletkezett. Nekünk itt Európában mindenünk megvan ahhoz, hogy segítsünk. Tudásunk, köszönhetően a modern orvostudománynak, köszönhetően a kiváló és elhivatott orvosainknak, köszönhetően a jó egyetemeinknek, és van gazdasági erőnk is, hála az európai gazdaság teljesítő képességének. Mindenünk megvan tehát ahhoz, hogy célzott egészségügyi programokat indítsunk azokban a térségekben, a régiónkon kívül, ahol a leginkább szükség van erre.